Vasárnapon megszokott időben 17:30-kor és 20 órakor is láthatnak híradót a Pannon Televízió nézői. Ezekben a választással kapcsolatos hírek és fejlemények mellett Vajdaság és a világ legfontosabb eseményeivel is foglalkozunk majd. Az esti híradót 8:30-tól választási külön műsor követi, amelynek házigazdái Fehér Márta és Vadlövő Gabriella szerkesztő műsorvezetők lesznek. Az élő műsorfolyamban Mészáros Zoltán és Weiss Rudolf történészek, illetve Vécsei Dániel politológus elemzi a választási eredményeket. Élőben kapcsoljuk tudósítóinkat a választási bizottságok munkájának helyszíneiről, tőlük hallhatják majd a legfrissebb információkat. A választásokon induló politikai pártok sajtótájékoztatóit követjük és közvetítjük, valamint az első eredményeket is tőlünk tudhatják meg. A Pannon Rádió műsorán az eddig megszokott utolsó 19 órai híradót 20, 21 és 22 órakor is követi hírösszefoglaló, ezután pedig minden fél órában jövünk a legfrissebb eredményekkel. A kívánságműsor rajongóinak sem kell megijedniük, kedvenc műsorukat vasárnap is hallhatják a megszokott időben. Zenei kívánságaikat aznap is elküldhetik szerkesztőségünkbe. A két zeneszámok sorszámát és címét hagyományosan a Facebookon, e-mailben, vagy pedig telefonon is elküldhetik a műsor ideje alatt, azaz 17 és 22 óra között. Ezúttal azonban arra kérjük hallgatóinkat, hogy vasárnap telefonhívás helyett elsősorban üzenetben írják meg kívánságaikat. A Szabadkai Magyar Rádió reggel 7 és 9 óra között az aktuális témák mellett a választással kapcsolatos alapinformációkkal várja hallgatóit. 9 órától agrárműsort, délután pedig zenés kívánságműsort hallhatnak a 89,6 MHz-en. Ugyanitt, a 20 órakor kezdődő választási külön műsorban ugyancsak kapcsoljuk tudósítóinkat a településekről, illetve a választási bizottságokból. A legfrissebb részeredményekről a rádióban is azonnal beszámolunk, valamint elemzőink segítségével esélylatolgatásra is sor kerül.